Hello, szia! Hogy vagy? Mi újság van? Megjött a Keeper, csináljuk a pánik szobát. Ezerrel. Na, van egy csomó kléje. Amire szükségem van, az nem más, mint a fa. És fám is van. Ja, úgyhogy be, ugye már beragoztam az előző részbe, várjátok, van itt egy fa blokkom is, és akkor majd abból tudunk dolgozni. Amire nem nincs szükségem most itt az inventory környékén, vagyis itt a skillbar környékén, ezek a dolgok szerintem. Mert az szerintem baromira nem kell, meg ez se kell, úgyhogy ide rakunk ilyen kőblokkot. Jó. Amit égethetnénk, ugye csinálhatnánk azt, hogy megint berakunk mondjuk egy 50 percnyi ilyet, és akkor tudunk csinálni közben, ugye sül a betonunk. Betonunk az millió rózsaszál lesz, 54 percig beraktuk. Nyomjunk turn on, és akkor a cement égetés, onnan értek 250 darab. Egyébként a stone-ból itt más nem is tudok csinálni, csak small stone-t, úgyhogy nem is nagyon gond. Jó, akkor hadd menjen. Lehet, hogy rakok be még egy adag követ. Na ezt a kicsit, rakunk be egy nagyobbat, és akkor itt bőven elég lesz egy darabig, meg akkor legyen nálam egy kis homok, meg kő és homok, és akkor csináljuk a betont is közbe. Miért? Nincs itt betonom. Cement mix, 164 darab. Jó. Egyébként mennyi betonom van? Ilyen betonfüggő lettem most, ilyen 2000, 3000, 3400, szerintem, lesz még bőven, lesz még egy 5000 betonom. Kell. Na, itt akkor hogyan álljunk neki? Azon filóz a Keeper. Három. Acélfegy, ezért csákányt egyébként lehet, hogy érdemes lenne csinálni. Mennyi csákányom van? Hogy mennyi acélom van? Ó, 6 darab acélom van, és az nagyon kevés. Azt hiszem az acél fegyverekhez, az acél cuccokhoz nagyon sok kell. Pedig 5-eset tudnék csinálni, csak kell hozzá 30 darab acél. Hát akkor mondjuk azt jó lenne. Steel tool parts is kell hozzá. Azt hogy tudok csinálni steel tool partsot? Azt csak találni? Úgy látom. Nem tudok csinálni bele. Önteni se tudok? Nem valószínű, mi? Nem, hát nem tudok. Steel tool parcot, azt nem tudok. És az a... fenyőrvalkat része, nem tudom, hol raktam. Így van, látod? 8 darab. Az kevés lesz. Fenyver modifikáció, nem szóltam be valahova, csak azért nézem ám. Steel tool parts. Tánciálkat részhez se raktam. Hát igen, steel tool parts, az 8 darab van, és akkor... pedig az jó lett volna, egy ilyen. És 15 kell. És a másik helyen lehet egyébként mondani, de lehet, hogy nem olyan túl sok. Hát ja, akkor ezt itt felejtsük el most, engedjük el. Akkor megyünk csákányozunk ezzel. Aztán ez van. Ez van, srácok. Nyomjuk. Nyomjuk neki ezerrel. És ide én úgy gondoltam, hogy mindenképp valami lépcsőházszerű dolgot fogok készíteni. Nem akarok ürüljellem a létrázást, nem létrázok. Mondjuk a lépcső létrán is fel tud jönni a zombi, meg a lépcsőházba is, szóval teljesen mindegy. Úgyhogy ilyen szempontból nem kell aggódnunk. Ja, egy lépcsőház lesz, srácok. Blokk az megy mindig. Viszont ezt úgy gondoltam, hogy mindjárt meglátjátok, hogy mi próbálom itt elmakogni, és nem annyira sikerül. Ezt a lépcsőházat, ha már egyszer megcsinálom normálisra, akkor innen lesz egy kiinduló pontja, még följebb esetleg, meg innen el tudunk ágazni másfele, hogyha akarok még. Tehát egy kicsit ilyen tágas legyen, egy szó szerint egy lépcsőház is. Ugye fölvisz engem a pánik szobához is, de majd esetleg másfele is tudunk mozogni, meg fogunk is mozogni, úgyhogy nem baj, hogyha egy kicsit tágas. Viszont... majd mindjárt meglátjátok, hogy miben gondolkodik a Keeper, mert egy kicsit így összetettem, próbálok gondolkodni.
Elég össze, tényleg. Megvan a fejembe, csak nehéz elmagyarázni, úgyhogy elég gyorsan építkezünk most, úgyhogy meg is fogjátok látni hamar. Amit akar a Keeper, hogy legyen egy doort, azt csináljuk már. Sőt, kettő door kell minimum. Ide mindenképpen valami nagyon jó védelmet szeretnék, mert ugye nem ártana, hogyha nem törnének be, szóval a door úgy lesz egy itt, meg lesz egy itt. Értitek? Hogy itt ugye minden kettő volt door lesz, tehát 22 000-es, akkor lesz egy itt, ami lassítsa őket. Azért ez egy nagyon, nagyon kemény hely lesz. És nagyon gondolkodok valamibe még. Nagyon gondolkodok valamibe, gyerekek. Nem, ide már nem fogok csinálni védelmi vonalat. Leszarom. Itt figyeljetek. Az lesz a lényeg, a védelmi vonal, ez úgy fog működni, hogy fölmegyek és onnan lövök. Tehát nem fogok itt kilőni. Mert minek? Mert fölülről ugye el fogom érni. Ilyen. Itt lesz két wall door. Ez mindenképpen. Utána... jön a lépcsőház instant, szerintem. Szóval megcsináljuk a lépcsőházat. A lépcsőház az szélesebb lesz, tehát ez egy 3x3 blokknyi lesz. Nem akarok olyan kicsit, nem akarok ilyen claustrophob szarba lenni. Hát tényleg mindjárt meglátjátok el. Viszont a lépcsőháznak a fala az legalább ilyen vastag, igen. Ez, na ez jó. Hogy a lépcsőház fala az vastag legyen. Tehát ne olyan könnyen fúrják át, nem egy blokk vastagságú lesz, amit látjátok, hanem onnan is ugye lesz egy beton fal, meg innen is lesz, tehát itt is. Ez egy ilyen nagyon védett legyen, ez nagyon fontos. Viszont itt már magasítani fogunk rajt, kapásból. Hogy ne legyen olyan klausztrofób, egy lépcsőház ne legyen klausztrofób. Tényleg a fejemben van minden, de tényleg meg fogjátok látni. Bocsánat, hogy itt ilyen tökölős van. Így. Okay. Itt már kiütöttem? Olyan gyorsan üti most már ki ezeket a blokkokat, hogy öröm csinálni. Így jó, skacok. Haladjunk beljebb. És akkor csináljuk egyből majd a lépcsőt, lépcsőfordulót. Nem tudom, hogy valahogy ki kellene hozni pontos. Egyébként lehetne úgy, hogy föl. Dupla. Ilyen dupla lépcső. Ó, már megint tovább gondoltuk. Meg is találtam egyébként, hogy lesz. Mindjárt meg fogjátok látni. Oh, yeah. Kitaláltam, hogy legyen. Úgy lesz, hogy itt még nem kezdjük el a lépcsőt. Legyen egy... A lépcső az legyen egy 3x3-as alakú. Háromszor hármas alapterületű lépcsőház lesz. Így. Oké, okay, ezt megjavítom, mert mindjárt úgyis tönkre megy. Sőt, ez a lépcsőház... A lépcsőház... Jó, mindjárt megcsinálom, csak ki kell találnom, bocsánat a gyerekek itt, hogy blokk pontosan legyenek a dolgok. Mindjárt. Na, kellene csinálnom időt. Lépcső. Hogyha szétszedem ketté, akkor ez úgy működik, hogy ebből tudok csinálni lépcsőt, ugye? Na nézzük. Azt hogy nevezik? Így. Jó. Oké. Okay. Oké. Okay.
Van létre, van lépcső. Van ilyen, na ilyen lépcsőre kellene majd gondolkozni. Lépcső forduló, azt nem tudom, hogy lesz megoldva. Ilyen, gyerekek, nem lesz egyszerű. Oké, na. Csináljuk. Oké, ez lesz. Rendben. Innen fog indulni. Két oldalt, ugye? Jó. Úgy megy följebb. Oké. Ez eddig jó. Ezt is ki kell ütnöm. Na, itt sima blokk lesz. Ugye? Úgy, úgy. Oké. És ilyen lesz két oldat, és a több, a másik az meg fele lesz. Középen. Mindjárt. Pucolnom kell ki itt a dolgokat. Ezt megcsinálom, azt, hogy kiásom az egészet fölfele, és akkor utána majd berendezzük a két oldalát is. Természetesen ez is az egész beton lesz, mert később a cél. Az fontos, hogy férjek el alatta majd a következőnek, de nem is kell. Ez hány blokk magas? Hány blokk magas a... 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. És az meg már csak egy 5. 5 blokk. Akkor 2, 2, meg a forduló, ugye? Akkor 2 jó, és akkor jöhet a forduló, és akkor onnan jöhet, mert fölfele megint 2, és az pont ki fog jönni. Úgy gyerekek, lehet, hogy nem nagyon értitek, hogy mit magyarázok. De megfogjátok, higgyétek el. Itt kell lennie majd egy fordulónak. Ami ugye lapos lesz. De. Jó, hogy ilyen gyorsan tudunk már csákányozni nekem, mert megvanulnak. Na, itt lesz egy forduló. Oké. Itt lesz egy forduló. És itt megmenni fog fölfele arra. Mindjárt, mindjárt, mindjárt. Beveri a keeper a fejét. Még fölfele kéne ásni, mert itt azért ez... Na, kevés. Kövünk az lesz bőven. Abba biztos, hogy tehettek. A pánik szoba készítés. Tök jó, hogy éjszaka. Nem is... Ó! Vasat találtunk, gyerekek! Nem hiszed el? Ezt mondjuk jó lenne ki, pucóri. Ja nem, ez ólom. Ó, hogy rohadjon meg, ez nem még ebb kell. Ólom nem kell. Na, csináljuk tovább. Forduló. Ezek vasat nem találok, hogy a rohadt életbe. Megvan a forduló, ugye följössz így, fölfutsz, és akkor itt meg el fog fordulni arra. Mindjárt mutatom. Így. Vágod. De egyébként lehetne tömör is ez a lépcső, mert alatta nem nagyon fogunk csinálni semmit. Úgyhogy ez tömör lesz. Tehát akkor ezt ki kell cserélni. Van pillanat. Ó, a francba, nem akarok rá neki ütni annak. Ezt kicseréljük tömörre. Az az. És akkor ott meg menni fog tovább. Ide jöhet egy teljes blokk. Na. Kopácsolunk. Meg kell nézni, mindig elfelejtem, meg akarom nézni, hogy hogy tudok sörétes lőszert csinálni. Azon azért el lehet, elég jó el lehet. Azt szerintem papír kell hozzá, nem? Régen azt hiszem papírból lehetett. Papír, meg puska, portalán, meg rész. Meg ólom. Nem tudom, de majd megnézzük. Ez elvileg pont fel kell, hogy vigyen oda. Ez a lépcső dolog.
kettő blokk, ugye egy-kettő blokk, és egy-kettő blokk, ez még mindig csak négy. Ez szerintem kevés lesz. Szerintem kevés lesz. Na mindegy, megyek fölfele, aztán meglátjuk. Mert hülyen gondolkoztam. Megmondom őszintén, mert ez a blokk, ez nincs, nem egy plusz. Úgyhogy ez kevés lesz. Ide három jön majd. Ide kell még egy lépcső. És akkor fog kijönni jól. Ígyetek nekem, ezt figyeld. És itt ezt kiütöttem, van ott a komolyan. Jó, oda rakok egyet. És itt lesz, itt lesz, itt leszünk jó magasságban. Itt meg ugye, lehet, hogy megint csinálom két ajtót. Bár inkább ott kellene őket megfogni, mert ott tudok rájuk lőni. Mondjuk itt is meg tudnám csinálni azt, hogy úgy legyen. Elvileg. Ki kell érnem oda, ahol a rács lesz. Nem tudom, hogy pontosan hol. Hát ezt így nem fogom megnézni. Ez így nem jó. Gyerekek, nem egyszerű az élet. Úgy kellene megnéznem, hogy... Ez hol van, ez a pont. 66 méteren, ugye? A következő pont... Az 71 méteren. Tehát ez 5 blokk magasság. Tehát ki itt kellene megnézni? Ide kellene... Itt kellene megtalálnom a rácsot. Nem hiszem, hogy nincs. De meg is van, srácok. Látjátok? És pont jó a magasság. Meg vagyunk. Itt jön a rács mindjárt. Következő, meg kell látnunk a rácsot. Azaz, ott van. Tök jó. Jók vagyunk, gyerekek, jók vagyunk. Egyébként gondolkozok rajta, hogy ne. Jó, a rácsra fogunk kiütni. Hát ez jó. Most arra vagyok kíváncsi, hogy nem-e fog leomlani a rács, ha kiütöm mellőle, vagy fölőle. Hogy nem-e azt tartja. Nem azt tartja. Mert írta valaki, hogy még egy régebbi videóban, amikor készült ez a dolog, hogy ez le fog szakadni, de nem szakadna már. Ez itt tök jó. Hát ez nagyon jó. Nagyszerű. Akkor jók vagyunk, és ugye innen le tudok majd látni, akárhova, oda, bárhova. Jó, jók vagyunk, gyerekek. Viszont meg kellene csinálnom a falát, és a fala az meg itt fog húzódni szerintem. Jaj, de jók vagyunk, gyerekek. Piro! Hogy be kéne fejeznem a lépcsőházat akkor már, de itt azt mindjárt ezt kiültem ezeket a blokkokat, és akkor itt lenne a fala. Ez így. Igen, így. Így gondoltam, hogy így. Itt lenne a fal. Vágod? És akkor ide még egy ajtót beraknánk. És itt lenne a fölötte, lenne a pánik szoba az alsó helyiségemnek. És ez pont ráépülnék ugye az oldal falra. Ahogy így. Hát ezt ki kellene, hogy be kéne raknom, mert olyan csúnya lett most. Bocsánat. Nagyon tuti. Ugye akkor nem itt ide építeném a falát, hanem egyebeljebb. Hogy oda ki is tudjak állni, hogyha már úgy kell lőnem. Jó, így lesz gyerekek. Hát még ezt is befejezhetném a lépcsőházat, mert itt is jó lenne, hogyha valamit haladna az ember. Várjátok, ezt lekopizok egy blokkot. Így, ne. Oké. Jó. Nekem én ezt bírom. Nem lesz olyan klausztrofób, ugye? Az egész. Ilyen magasan lesz akkor a mennyezet. Így. Látod-e? Látod-e? Betonból lesz az egész, jobban fog kinézni. Meg hogyha már megcsináltam az egészet így érthetően. Így.
Ó, de jó. Tetszik, esküszöm. Tetszik, jó lesz az, gyerekek. És akkor itt is úgy kell, hogy csinálnom majd. Megcsinálom a mennyezetéternek, és akkor megcsináljuk utána a falakat, pillanat. Ugye, így. 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 És itt meg már... Igen, itt meg már nincs tovább. Mert... Akkor már nem férünk el. Így a jó. Ugye? Látod, milyen jó? És ez a hármas lépcső, ez egy jó megoldás. Mert egy az, hogy ha véletlenül bejönnek a zombik, tudsz az egyiken lefutni. Nem tudod magad nagyon könnyen, olyan könnyen csapdába csalni. Meg még ráadásul könnyebb közlekedni. Meg még nem kell ráadásul ilyen körbe-körbe menned, nem beszédülsz, mint az őrült, hanem úgy mész, ahogy szeretnél. Ja, ez így lesz. Tetszik. Jó. Kicsit tényleg olyan, kicsit klausztrofób érzésem van még, de hát ez van. Itt is ki kellene ásni. És akkor itt meg fölhúzom azt a falat, amit elkezdtünk, látod, így. És még följebb. És akkor ugye az már adni fogja ennek a folyosónak a falát. Ó, tökéletes lesz. Na, ezt baromi jól megterveztük, ez nagyon tetszik. És ez megjöhet. Ugye ez lesz a padlózata ennek a folyosónak. Ide is lehet, hogy be fogok rakni több ajtót. De egyet minimum. Jó, és akkor végig padlózzuk. Lépcső már nem is kell, úgyhogy majd átalakítom azokat a blokkokat is. Sőt, már le is kopizom. Lépcső már nem kell. Na várjál. De bazzom, mit? De most miért nem akarja ezt kopizni? Na. Ne azt. Ó, te fiú, hát mit csinálsz? Jó. Ugye? Yeah, mondhatjuk, hogy jó. Nem szedtem ki semmi fel, amit nem kellett volna? Oké. Okay. Jó. Mondhatjuk, hogy jó. Akkor... Ez ugye föl fog jönni eddig. És ez a fal fog folytatódni arra. Jó! Kicsit belekeveredek néha, próbálkozok. Próbálkozok nem, de néha azért sikerül. Ez a folyosó klausztrofób folyosó lesz természetesen, de ez csak egy ilyen futójárat. És ha kell, akkor ugye még tudunk fölfele dolgozni itt. Magasabbra hozni. Hogy magasabbra is fel tudunk így jutni. És alapanyagunk van, időnk van, akkor miért ne csináljuk meg, igényes lesz az egészet, nem? Nem, nem olyan igénytel erre, hogy egy ilyen létrás dolog. Nekem ez sokkal jobban tetszik, hogy így... Ez sokkal szuperebb. Majd írunk rá azért feliratot, hogy... Panik szoba! Panik szoba! Jó, és akkor oldalfalat már itt nem is kell kiütni, még egyet. Úgy. 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 És nem úgy, mert ez még nincs. Ja. Fogjuk rá! Kellene csinálnom frame-et. Csinálok egy, szerintem egy 100 darabot még elviszkelnénk 100 darab frame-mel, kellene. Itt ez annyira nem jön be egyébként, hogy az ilyen. Kicsit olyan tényleg klausztrofób így. Lehet, hogy egy kicsit följe fogok még menni. Ide mindenképp be kell raknunk egyet, ugye, a ajtónyíláshoz. De lehet, hogy a magasságát ennek még megnövelem egyel, és megcsináljuk ilyen shrake blokkal.
Mindjárt a gyerekek megcsinálnak. Ja? Még egy kicsit, még egy ilyen magasabb legyen. Ne ilyen nagyon klaustrofób. Bár aztán ezt a menekülő nyílást, vagy útot ezt megcsinálhatnám normálisan. Mármint úgy, hogy egy blokk vagy két blokk magasan. Nagyon-nagyon-nagyon éli a keeper a dolgokat. Nagyon gyorsan rongálódik ez a fegyver. Meg kell nézni, az a régi bázisomhoz lehet, hogy át fog motorozni, mert lehet, hogy gyűjtöttem össze ilyen steel szerszám alkatrészeket, steel tool parcot, és akkor abból tudnék csinálni egy ilyen csákányt, egy ötöset. Szerintem azzal együttés lenne egy ilyen kőblokk. Meg például széfeket is marha gyorsan ki tudnék ütni. Gyerekek, nincs ilyen félkörös, konkáv, full félkör ív. Mert az például tökállat lenne. Azt lehet, hogy tetszene. Ó, éjesek vagyunk. Végig kell ütni az egész sort. Akkor leszünk nagyon jók. Megnézem, majd nincs egy teljes félkör, vagy valami hasonló, amit a tetejére tudnék kapni, hogy ne legyen ilyen csúfos. Már mondjuk teljesen használható van. Nem? Teljesen használható lenne így is. Gyerekek, annyi követ harvesztelek, hogy az már borzalom. Az így van, a másik oldalt is ugye. Ezt kiütjük. És már csak akkor falát kell megcsinálni, lépcsőjeznek és kész. Ja, így feljövünk, kész. Bum! Te jó! Hát az nem két perc egyébként kialakítani. Elég bonyolult struktúra, hogy rájöttem most már. Azt hittem, hogy marha gyorsan meg fogjuk ezt csinálni, de aztán rájöttem közben, hogy marhára nem fogjuk olyan parami gyorsan megcsinálni. Ideért kellene, ebből megint bontok le egy adagot, és ebből csinálok lehet, hogy egy rampot. Mert az megint jó lenne. És akkor megcsinálni úgy. Hát van ilyen ilyesmiért, aztán ilyenből lehetne egy félkör, de ez jó az úgy. Hol van a ramp? Hol van a sima? Normális. Ez nem rampnak nevezik? Ami alul is használtam, tudod, hol van, baza nincs? Így van el, ó. Ide gondolta, mert mindjárt meglátod, mire gondolt. Így. Na, erre gondolt a keeper, látod? Hoppá. Na, mennyivel jobban néz ki? A tető az ilyen. Ugye? Ó, de jó, szeretem a. Oldani milyen jó. Sokkal igényesebb, nem? Szerintem. Ilyen apróságokon múlik, hogy nem egy ilyen kockatetőt csinálsz, hanem egy ilyet, és már is mennyivel jobb, ide is mindjárt bepakolunk. Ja. Hát ezt nem akartam szedni, de most már muszáj. Ez az. Meg akkor. Meg is vagyunk? Hogy? Ott még ki kell ütni hozzá. Hát úgy látom a lépcsőház lesz meg ma bazza, hogy nem tudom, ez sokáig tart. Hogy? Megcsináljuk a másik oldalt, és mindjárt ránézünk. Hát tudod, és akkor így jön föl. Ez mindjárt jobban néz ki, nem? Hopp. Hopp. Ó, marha jó. Egyébként jó, csak nagyon tökölős megépíteni egy ilyen struktúrát. Ilyen bonyolultabbat, bár aztán annyira nem is bonyolult. Hú. De erről beszéltem, hogy a fejembe benne van. Csak olyan nehéz elmondani, hogy gondolom.
A lépcső, egy, halljátok, egy létrával megoldottam volna az egészet, nem gondoljátok, a francot keeper, hát mit szarakodsz ezzel ennyit, amikor tényleg egy létrát ide csaptál volna, aztán meg van oldva. Keleti kérdés, nem kell itt szarakodnod. De hát persze ide nem kell itt szórakoznod. Fölfalazzuk az oldalfalát, fölülről indulva, aztán már meg így vagyunk. Egy. Leestem, tudom. Illetve mellette lévő. Úgy. Bonyolultabban ezt nem oldhattam volna meg, mi? De tetszik nekem, az a lényeg. Mindjárt befejezzük. Az upgrade-elését elengedjük most, hanem építjük tovább. De jó. Jó, hát ki kell világítani, mert itt aztán olyan korom sötét van ebben a lépcsőházban, mint a szar. Ugye? Jól látjuk? Akkor majd körbe meg kéne csinálni. Ezt az oldalt akkor fejezzük be, jó? Nincs? Jó, hát itt aztán érted, ilyen... Hallod, öcsém? Ilyen sötét van. Gyerekek, ez nagyon durva, bazze! Itt aztán tényleg nagyon kemény. Ennyire sötét? Ennyire sötét csak a keeper lehet. A lépcső állagban tényleg túl sötét lenne, mi? Sehonnan nem jön be sem. Csak ezen kicsi ajtónyilláson. Azt a betyár. Ezért kell egy csomó fákja. Bazen tényleg egy 3 létrával, 5 létrával oldottam volna meg. 5 létrával értett, meg egy darab tárnával. Ezt akkor nem kell volna itt ennyit szaragodni, de... Ezért kellett csinálnom, bazen. Aztán így meg... Jó, ne van. Na jó, hát... Nem nagyon akartod betalálni. Ja, itt meg így meg 100 blokkból épül ez az egy lépcsőházam. Exit felirat kellene fölé, vagy nem tudom. Ja, nem exit. Ilyen óvóhely, majd valamit csinálok fölé. Tényleg fel kéne táblázgatni lassan, minden tök vicces lenne. Jó, az még küldi. USB labból csináljuk a lépcsőházat, mindent is. Oké. Okay. Jó. Ez az oldal megvan, hát akkor jöhet a másik oldal. Most az gyerekek. Kemény emeló. Úristen, nem gondoltam eddig tart egy lépcső az elkészítése. Jaj, Istenem. De legalább szép lesz, érted? Még különleges, nem az, hogy egy létrán kell futkozni. Nem tudom, ne legyen akkor már olyan szar. Meg ide jön. Főd. Ó, jaj. Hát ólom. Na, halljátok, de a vasat is azt hogy fogom szedni majd? Izért kellene, meg kellene csinálnom ezt az acél csákányt, aztán azzal iszonyat gyorsan tudnám dolgozni. Azt ki tudom ott ütni? Acél csákányt kell csinálni, egy ötöset aztán. Jó világ. Én amondó vagyok, hogy arra rá kellene feküdnünk. Aztán akkor, hogyha áskálok, akkor barom, hogy reggel van ma! Ne szórakozzatok gyerekek, hát elment az idő rendesen. Oda tényleg elment az idő. Hát nem gondoltam, hogy ezzel eddig elmegy. Bocsánat érte, remélem, hogy azért nem haragszatok annyira nagyon. Remélem, bocsánat. Hát betonom az meg már tényleg 15 000 darab lesz. És ez az utolsó, elvileg meg ott alul van egy falnyi, aztán kész. Hopp, elfogyott! Ne szórakozzál, várjál, akkor kopizzunk ebből. Na. Igen, és akkor itt van ez a kis fal. Ó, nem néz ki ez a szó. De most meg mi? Ja, mert izé van, ott kint is világos van, érdekes módon valamilyen hatással van a benti fényekre is.
Ja, acélt kellene rengeteget gyűjtenem, meg el kellene mennem elmotoroznom a régi bázisomhoz, hát ha ott van steel tool part, és acél szerszám alkatrész. Lehet, hogy az lesz. Nem akarom, egyébként nagyon érdekes, mert sokan, amikor videón kívül kiástam azt a helyet, ugye ezt a nagy csarnokot, amit középen van. Néhányan azt írták, hogy jaj, de jó, hogy úgy ástam ki videó kívül, valaki meg a nehezményezte, mondta, hogy jaj, de kár. Jobb lett volna, hogyha videóba ásakálsz. Úgyhogy nehéz rajtatok kiigazodni, gyerekek. Ezt meg kell hagyni. Ez az. Nos, kacok, akkor igazából megvan, mindjárt belézzünk egyet. Úgyhogy bejövünk, hogy azért szerintem ez igényes lett, nem? Most nem azért, nem azért, mert én csináltam, de szerintem tényleg igényes lett. Ez baromi jó. És akkor ide majd dupló volt a door. Ezt, amikor izélek, sőt, még be lehetne még egyet rakni, nem? Hármat. És akkor az a gond, hogyha ide... be tud tevődni, jó? Lehet, hogy még egy dobort kellene. Három bolt ajtót csinálni. Hallod, ennyire hülyét a csép, mint én, komolyan. Hogy izélet akarok. Három ajtót rakok le egymás mögé. Na hát, figyeljetek, ha már egyszer mi ez? Pánik szoba? Akkor legyen is pánik szoba, nem? Hát ne szórakozzatok. És meg esetleg ide egyet, sa. Hát ha oda följutnak apám, akkor benyalok a disztére mindenkinek. Esküszöm. Hát ez abszolút lehetetlen, hogy följutni. Itt ez figyelj, beton, a lépcsőház beton, sőt majd acél lesz. És akkor oda, hogyha átverekedik magukat, akkor tudnak esetleg följönni ide, és itt esetleg tudnak utána még ennél az ajtónál kepesztetni. De innen még esetleg én csinálok egy vészkiállatot fölfele, azt megoldódott a keleti kérdést. Hát nem hiszem, hogy itt ez kérdéses, hogy én egy fala is oda bejutnak. Nem? Ha még 17 percünk, emelhetnénk haza, nem? Úgy meg bazzad már, úristen, már nem tudom elképzelni, mennyi betonom van, hallod? Figyelj, most például, ugye... Még 700... 700, most készül 700 megint, gyerekek. Ez őrület. Őrület. Egyébként ezt nem tudnám eladni jó pénzért, mennyi 500 ér darabját, hallod? Ezt gyártom, mint az őrült, azt lehet, hogy tök nagy pénzt is tudok bele. Jézus, ennyi kövem lett, ne szórakozzál velem. Hallod, figyelted, mennyi kő lett? Elmegyünk a izé, hát ha tudok steel tool parcot csinálni, vagy szerezni. Oké. Mert akkor érdemes lenne azzal bányászni egy kis acélt, mert ugye láttátok, hogy milyen gyorsan jöttök le is. Jó, itt meg akkor készüljenek a dolgok. Itt megint készül az 1000 darab izé. Mennyink van? Hány darabok? Mert ez tényleg rá vagyok erre függve, hogy fú, de sok van belőle. 3000, akkor van lesz 4-5000 darab. Úgyhogy szerintem egy darabig elég lesz. Jó, menjünk motorral, jó? Elmegyünk haza, és megnézzük, hogy nincs-e olyan alkatrész. Várja, vigyünk idejét, csavarkulcsot, mert ezt nem tudom, azt csak lootoltam? Azt csak lehet, hogy lootoltam. Meg lehetne nézni a izénél is. A tradernél. Egy olyan csákány, egy ötös csákányra nagyon vágyok egy acélra. Úgyhogy lehet, hogy arra ráfüggöm. Mi a fasz? Elmész rá. Egy acél csákányra eléggé vágyok. Úgyhogy menjünk. 4 óra 58 van, tök jó, vissza is érünk, addig igazából acélt rakhattam volna be. Vagy vasat. Lehet, hogy majd ütök egy-két vasat, ott a környéken, mert azt hiszem volt sok. Azt csináljuk, jó? Még akkor az belefér. Jó? Hú, bazza, nem hoztam kaját. Azt a rohadt életbe, nem tudom, mennyire vagyok éhes.
Talán annyira nem lesz gond. Jó, ott volt vas. A régi bázisom környéken rengeteg. Azt hiszem, hogy pont vas volt, ugye? Mondjátok, hogy vas volt, és nem ide. Várj, nyomjuk a shiftet. Nem is tudtam, a shiftet nyomok, ez is gyorsabban megy. Ekkora hülyeség. Én meg egész végig idejével közlekedtem. Igen, marha lassan. Egyébként azt hiszem írtátok is, hogy nyomd a shiftet, de nem hittem benne. Jó olyan. Na, gondolkodok, honnét szerezhetnék még ilyen acél alkatrészt. De azt csak lootolni lehet. Úgyhogy ha nincs a régi bázisomnál, akkor cseszhetem. De mindegy, áthozok mindent onnan. Ura jó lenne! Ura jó lenne, gyerekek! Ura jó lenne. De meg lassan kifogydik. Ah, rohadt életben, hülye madarak. Hű. Hű, gyerekek. Ja, árusnál megnézem. Bár lehet, hogy ott nem szokott lenni. Hú, szomjasok is vagyunk. A franc essen bele. Ja, azt nem lehet sehonnan szeretni, csak onnan. Árustól esetleg, majd lutolni, úgyhogy... Ja, remélem nem dobáltam ki soha. Ki fog fogyni az üzemanyagom? Hát beszarok. Még a végén, várjál, itt van két kocsi, ezt szétkapom. Üzemanyag reményébe leginkább, jó? Ez a hatos szarral, ez csak gyorsan szerint. Hoppá. Autóból azt hiszem nem harvesztelek többet, hanem arra külön skill van. Mindjárt van üzemanyag, látod? Ugye? Mindjárt megtankolunk. Csak nekem nincs üzemanyagom, bármint nincs a kajám. És már 70%. Yeah! A régi bázisom! Úristen, gyerekek! Úristen! Micsoda dolog, itt hagyta a keeper, mi? De mennyivel jobb a másik? Ez tök gagyi volt az ebben, úgy utáltam ezt a tort, és ez egy akkora, ez... Többe, írta valaki, hogy több sebből vérzett ez a bázis. És ezt nagyon jól látod. Ugye még a fákjákat is lelopom, hallod? Nem tudok szétszedni? Mit tudok szétszedni? Ezt van. Á, de szar ez a bázis, te hallod? Fú, de utáltam ezt. Ezt meddig tartott ezt kiásni, emlékeztek? Amikor még gagyi voltunk. Vagyik volt szóval. Ja, ezt most miért néztem? Meg várjál, megnézzük mindent, jó? Ó, a fegyverbe, ó, és... Ez 16 darab van, more! Hallod? Nagyon coolok vagyunk, gyerekek! De egyébként elvihetnék egy csomó mindent. Várjál, pakoljuk ki a motorba. Jaj, meg tudok csinálni acélizét, talán ne, mó, de jó. Meg vannak itt ilyen modifikációk is, meg minden jó, jó cuccok vannak egy gyerekek. Hogy besüt a nap? Felkelő nap, tík. Keleten kell a nap, még az is meg van csinálva, mi? Na gyerekek, akkor minden, ami kacadék. Hú, hát ez voltak itt dolgaim, na. Meg eladható dolgok, meg különböző modifikációk, tök jó. Nem fér bele több? Ezt miért rakta, nem rakta be? Na, azért. Szuper, menjünk. Ez a hátizsák. De örülök ennek! Tudok csinálni, csak acélom nincsen, de azt majd mindjárt ütök egy kis vasat. Jaj, de jó! És akkor mi volt? Fegyverek, mi volt ez? Jézus Isten, mennyit szólsz, gyerekek? Várjál ma? Nem fogja tudni hova rakni, észre? Ugye ezt a kettő lámpait próbáld meg, gyerekek, jó? Kraftelemek mi volt? Eladásra semmi más nem maradt? Úrna, stone-na, semmi sehol.
Fákjákat vigyük már. Na, de ezt kizsebeltem minden, mi? Azt írtátok, hosszat nyomom ezt, akkor föl tudom menni. De lehet, ja, csak akkor, hogyha üzét csinálok. Ilyen claim blokkot, akkor elvileg fel tudok venni ilyen dolgokat. Jó, jó, nagyon éhesek vagyok, már minden baj van sávónak. Viszont kellene egy kicsit bányásznom. Egy kis vasat, ma egyszer itt vagyunk. És elvileg itt voltak vaslelőhelyek. Hol vannak? Valami rémlet, hogy itt a kova volt. Out of stamina! Jó, mennyi bizony tudsz, gyerekek. Nagyon durva. Ilyen modifikációk ugye... Hú, hallod? Mennyi szar! És ez az Iron... Ironra nagyobb divist ad, és erre nem tudok többet rakni. Erre csak egyet, ugye? Ezt Stone-ra ad most damage-t, ezt akkor ezt ki kéne venni, és akkor kicserélni az Iron-osra. Aha. Na, sapjad neki. Kell egy kis vas. Mivel az nincsen. Ez mi az, ami... Homokban van. És ennyi volt. Ne szórakozz. Még van ám. Csak staminám nincsen. Meg szomjas vagyok, éhes vagyok, minden bajom van. A késem. Jű, gyerekek, össze-vissza van minden, majd ne... Nehogy elrobáljunk olyan dolgokat, amik nem kellenek. Viszont ilyeneket, itt van egy izé, ebbe is van modifikáció. Mit ad? Block dimistat. Milyen jó cuccok voltak itt. Ne vicceljé. Izé kell, hallod? Akkor... Kell csinálni egy jó... ilyet. És akkor felmodolni minden jó cuccra. Csak minden jó cucca, minden jó modifikáció van. És akkor lesz nekünk. Egy olyan csákányunk, ami epic jó lesz. Jó, van, hát itt rohadjon meg. A kövek potyognak, mert nem tudja hova rakni. Menjünk haza, mert közben meg balé van. Egyébként csapdákat nem építek, nem tudom miért. Ez mennyire jó, vagy mennyire nem jó, hogyha van. Nem tudom, húzzunk az a francba már, mert mindjárt, most meg ilyen döglünk, az meg, hogy jó buli lenne. Ó, nagyon jó vagyunk, gyerekek! Itt már akkor nem maradt semmi igazából, ugye? Jó sejtem. Itt vannak a vasak-e? Akkor még a izét meg akarom csinálni ma. Ebbe a részbe. Az ötös steel csákányt, úgyhogy szarrámodolva, hogy mindent, hogy izé tudjon egy csomó mindent, hogy nagyobb damage, csak akkor kipróbáljuk, hogy mekkorát fog sebezni blokkra, szerintem ilyen együttés egy blokk lesz. Úgyhogy az a barom. Hát lehet, hogy előbb kellett volna inkább eljönni, csak mondjuk éjszaka dolgoztunk, és akkor gyorsabban megcsináltuk volna például ezt a lépcsőállat is. Hát, jó, utólag gondolkodni kár is. Hát meg például az ilyen páncélszekrényeket ilyen baromi gyorsan fogom szétcsapni. Nem is olyan lassú, ez a motoron nyomom a shiftedik. Nem is tudtam, hogy ez így működik. És megint annyi lutom van, szét kell őket szernem, de először majd be kellene... Erőtöm. Ez esett. Ez esett, gyerekek. Egy kis ide, piedóne, bazza. 23. nap, 30. nap újra támadnak a lutokám, úgyhogy például itt a fegyvergyárba mindenképp el kell néznünk. Mert azért a fegyvergyárba szerintem most már jó cuccok fognak lenni. Gyorsan, gyorsan, gyorsan. Lehet be kéne hajtanom a motorra. De most az a baj, hát nem hajtok be. Az a baj, ugye nem tudom fölvenni, mert tele van. Hú, de mennyi cuccunk volt, basszus.
Megvan akkor minden elvileg, acélt kell olvasztanom nagyon gyorsan, és akkor már meg is tudom csinálni. Csávó. Hello, hello, bocs, nem veszek fel stopposokat, és ez is köp. Jó helyet találtunk. Baromira, imádom ezt a helyet. Elnézést. Először is valamit kellene kezdenem magammal, hogy kipakolni, mert... Hú, mennyi időnk van. 4 perc. Jó. Az acélt kéne pakolnom egyébként, de nem ebbe, akkor rakjuk ebbe. Melyikben van több clay? Ebbe van egy csomó clay. De mondjuk... Ja, akkor ide berakunk olvasztani. Acélt, oké? Okay? Mondjuk még egy 11 perc. Viszont van itt bőven, gyerekek. Jó. Hadd menjen. És akkor itt csinálunk majd. Hogyha ezt ketté veszem, így rakom, akkor nem fog gyorsabban, ugye? De igen. De igen. Ó, de jó. Itt mi a helyzet? Hát itt őrület van megint. Jézus Isten. Nincs a világon ennyi beton, komolyan mondom. Ja, nincs nálam hozzá cucc. Gondolkodjál, Keeper, mi a szart csinálsz itt? Pakoljunk ki, bazze. Gyógyszer nem volt ott? Fegyveralkatrész volt leginkább, meg ilyesmi. A fegyveralkatrész, hát itt vannak a nem csak fegyveralkatrészek, mert ide raktam mindent. Várjál, fegyveralkatrész. Armor alkatrész, mindegy. Egyébként modifikációk így kellene rakni, aztán akkor nem lenne ilyen gond. Ezt leszgrappeljük. Páncél alkatrész, fegyver modifikáció. És az a baj, hogy ezek nem csak fegyver modifikációk, úgyhogy... hanem modifikációk. Az a baj, hogy nem rakom külön, meg semmi értelme így pakolgatnak. Ami nagyon kell, hát marad, az legyen itt. A késem marad, ezt marad. Az ólom, hogy marhára nem kell. Ez mi a szar? Ez valami páncél alkatrésznek talán beveszhető. Az egyéb craftba lesz a bringa, jó? Gyógyszerbe ez az aloe. Meg ezt is odarakom, egyelőre most nem kell. Az Ironba berakom ezt. Az acélt kiveszem. A Leon az mérid van, ha egyszer van külön ólom. Jó, közben gyűlik az ólom is, úgyhogy nincs is semmi gond. Szelves krakba mehet a fű. Jó, itt meg van még egy modifikáció, amit majd ezt is használok. Fegyver modifikáció. És ezt lehet, hogy azt csinálom, hogy a páncél modifikáció helyett ezt a kettőt kiveszem, és akkor berakjuk a fegyver modhoz, és akkor majd az a lényeg, hogy a modifikációk itt lesznek, és akkor nem kell külön, nem kell külön. Ja, ebből akartam kinyerni. Ebbe is van egy modifikáció, ezt kivesszük. Innen kivesszük. És azt a vas, ezt leszkrepelem, mert nem kell. Jó. Nézzük a motort. Itt még mindig tele van minden. És akkor már... Föl tudom menni? Jó, nagyon jó. Azért, hogy összegyűjtögettem? Mennyi cuccot gyűjtöttem? Hogy gyűjtöttem én annyi cuccot? Mert sokat mentem idejelni, mi? Glutolni meg minden. Jó, bazze, szomjas éjes. De ugye vagy Keeper. Mennyit ott? 15-öt megesszük ezt a 3 konzervet. Szóval főzök, csak most egyelőre. Majd azzal kezdünk, hogy főzünk, jó? Meg akkor ígyunk is. Jó, szuper. Oké, és kacok, akkor mi van itt még, ami... Na, nyomtam egy tabot, közben történjen valami. Neki kéne állni a steel-t.
Ezt például ki kellene venni, ezt meg ezt. És akkor be kellene ebbe rakni addig. Hol van? Itt az öntőforma, oké. Turn on. És... akkor ilyet azt... úgyis ebből sok kell. Oké. Hú, gyerekek, nem egyszerű az élet. Alkatrész, fegyver... ezt is ide rakom, ezeket a lőszereket. Tudom, hogy ez igazából fegyver alkatrésznek minősítő dolog lenne, de egyelőre oda raktuk. Fegyver, fegyver, fegyver. Ezt, bazze, hogy ki az a hülye, aki tartja. Ez az armor, menjen scraprack, nem érdekel. Fegyver, 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 fegyver. Iron arrow, sima iron arrow. Scrap, nem kell, csak crossbow arrow kell. Ez scrap, nem érdekel. Ez scrap. És a modifikációkat menjen be ide minden. És ezeket nagyon át kell majd nézni, hogy melyik jó. És itt van a steel fegyver alkatrész. Nem egyszerű az élet, gyerekek, ez a ide-oda pakolás, ez kiveszi az emberből. Kiveszi az emberből a dolgokat. Aztán ide, ezt ide. Oké, skacok. Akkor, ami marad. Iron. Oké. Legyen benne a stone, majd mindjárt csinálunk még cementet, mert egyelőre nem kell. Kicsit átrendezgettem. Hú, ez így tud menni az idő ezzel a szarra. Oké, hogy állunk? Aha, itt nem tudunk se, itt meg már 16 megvan. Oké, és akkor hol vagyok csak a vas? Be is rakom a maradékot. Itt még volt. Hadd menjen, hadd menjen. Hol van, hol van, hol van? Úgy. Mehet. Jó. Akkor. Most már elvileg tudunk csinálni. Mit akartunk csinálni, baza? Acél csákányt. Steel. Ezt kellene csinálnunk, és akkor az van hozzá, a steel full parts kell hozzá, leather és duct tape. Na, az meg az egyéb kapcsolatban van a duct tape, elvileg. És a szervezben meg a leather. Oké, és akkor a fegyver alkatrészben meg a... nem, 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 hol vagy, hol van, hol van, bazen, hol van. Hol vagy, volt. Így van. Ez is megvan. Ó, de jó vagyok. Ó, de jó vagyok. Na. Mi hiányzik? Mi hiányzik? Ó, még kell acél. Acél hiányzik. Még kell 8. Pazer. Milyen sok kell? Jó, még jó. Ó, jó van, nincs semmi gond. És akkor nézzük meg, hogy majd megnézzük hány slotos lesz, és hogy mit tudunk belerakni. Például ebből is kivernénk a módosítást, az Iron Breaker-t. Ja. És ezt le is tudom scrapelni. Ebből izé lesz alkatrész. Nem is tudtam. És akkor túlre jó. Akkor ezeket a ilyeneket, azokat érdemes leszkrepelni. Mert ez például tök nehéz hozzájutni. Hát ezt muszáj megcsinálni még gyerekek, úgyhogy bocsász. Még kell kettő, ugye? 30 kell hozzá. 30 acél kell bazzá hozzá, úgyhogy nem kevés. Na gyerekek! Ez az. És izét tudok csinálni. Ötöset. Dik. Megcsinálni 2,5 perc alatt. De jó vagyok.
Oké, az azért bepakolom addig. A gyerekek, ez a játék, elmondom nektek, ez egy ilyen rohanás az idővel játék. Folyamat. Isten, 700 van ennyi. És megint 600-at csinálok. 600 készül, és mennyi van? 600 készül, és van 4300-om, tehát akkor 5000 darabom lesz. 5000 darab betonom. Hát az 5000 darab betonból az egészet meg tudom csinálni, abban biztos vagyok. Közben csinálja ugye itt ez a 2 percig még. Akkor nézzük meg milyen modifikációkat. Figyeljetek, üzét tudok. Hány darabot tudok rakni? Hármat tudok rakni rá? Akkor nézzük már meg, hogy a fegyvermódokban milyen van. Tudok olyat rakni rá, ami mondjuk mildi túl a degradation csökken, tehát nem annyira rombolódik. Közel van stamina. És ez meg izére jó. Bobokra. Például, hogy ez például rámehetne. Ja, ilyenkor bezárja az ajtót. Na várjál. Vagy ládát. Pillanat. Ez például nem degradálódik. Ez viszont nagyon jó lenne a bóra. Ez mi? Ez hitpointot ad HP-t, hogyha mit tudom én, minek nevezik, hogyha nagyon 50% alatt van a HP-d. Ez jó lenne a baltára. Vagy a... Nem balta, mi az? Csákány, mindig elfelejtem a csákány nevét. Ez wood. Hoz ad. Ez jó lenne a... Erre. Na majd mindjárt körülnézünk, hogy nem erre, hanem a baltára. A baltához még mindig szarom van. Arra nem tudom, mennyi modifikációt tudok rakni. Ez meg jó lenne. Mert ez nagyon nem jó, nem jó semmire. Ez mit ad? Ez mi? Ez noise-ot csökken 8%-at. De jó cuccaim vannak, hogy rohadjuk meg. Jó. És más nincs is azt a kör, ezt a kettőt tudnám a csákányra rakni, meg esetleg ezt. Ezt a hármat érdemes lenne. Ezt rárakni a baltára, nem tudom, hogy van-e rajt, vagy mi van rajt. Na, viszont, és ezt meg a bobra. Mindjárt nézzük ezt ide, ez mellé. Ez a csákányra. Ezt a hármat a csákányra, ugye? Ezt arra, ezt meg a baltára. Ezt meg ide rakjuk mellé, a balta mellé. Úgyhogy majd mindjárt meglátjuk akkor, hogy ez hogy van. Ezt rá tudnám rakni erre. Lehet erre több modot? Majd mindjárt megnézzük azt is. Oké. Elvileg elkészültünk. Nagyon jó. És akkor módosítások jöhetnek. Akkor mehet bele, hogy kőre nagyobbat sebezzen, vagy vasra és kőre nagyobbat sebezzen, és lehetne az, hogy ugye, várja, lehet ilyet is rakni rá. A woodra, dirtre. A dirtre az nem érdekel. És ez mi? Staminát. Kevesebb stamina fogy. Ó, ez lehet, hogy jó lenne. Oké, akkor inkább azt raktuk így, jó? Nézzük át még ezt is. Ezen mi van? Múlik. Block damage. 10%-ot várjál? A 10% block damage-et ad, azt jobban használná, szerintem ezen. De azt nem tudom erre rakni. Azt nem tudom arra rakni, látod? Ezt nem engedi. Jó, akkor. Jó volt ez akkor ezen. De rakunk rá egy ilyet, meg rakunk rá egy ilyet. És akkor 10% block damage, meg woodra jó, ugye? Ez akkor tökéletes. Ez is tökéletes. Ez is tökéletes. Ezen mi van?
ez pont ugyanazon, ugye? És itt már nem lehet rárakni még egyet. Jó. Viszont lehet rárakni egy olyat, hogy lassabban degradálódjon. Ugye? Meg lehet rá egy olyat rakni. Hát ez egy hülyeség, de mindegy, rakjuk rá. Viszont ezt nem, mondjuk ezt meg erre szántam. Ezen nézzük meg, hogy még vannak. És ezt... A dörtöt lehetne. De jó, oké, akkor ez így marad. Viszont akkor ez nagyon epikus lett. Erre kíváncsi vagyok, hogy ez mekkorát sebez most. Akármire is. Bocs, hogy ilyen hosszú a videó, de ezt most ki kell próbálnom, gyerekek. Kíváncsi vagyok, hogy mekkorát fog csapni. Fölmettem volna fölőre. Acél, csákány, ötös, majdhogy nem a legjobb. Ugye a hatos a legjobb, de azt csak találni lehet. Craftolni, nem? Ötös csákány, gyerekek. Szarrámodolva. Az a baj, így is pont három. Vágod. Így is pont három, nem kettő. Nem, így is három, meg az előbb is három volt, ez a gond. Nem, az előbb is három volt, a kicsivel. Ó, de kár. Ó, de kár. Pedig nem tudom már jobban kihozni belőle. Ó, de kár. Jaj, de kár. Akkor már csak hatossal tudom megoldani azt, hogy még nagyobbat sebezzek. De kár, pedig ez nagyon tetszett volna. Azt hittem két ütéssel le tudom vinni. Hát nem tudok jobbat adni neki, ugye? Nem, hát hogyan tudnék. Itt van. Block damage 100,3 így. És ezt már nem, más nem tudsz rárakni. Jó, hát akkor ez van. Akkor 100,3. Jó van, gyerekek. Jó van, várjátok, akkor annyi, hogy kipakolok, még jó, hogy ne nagyon. Meg úristen. Jó, kipakolok, annyit csinálok, tényleg most már nem szórakozunk. Menjünk végig, amíg, hogy mink van. Ami nálunk marad, az ez, 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 ez. Meg a fegyverek, oké. Okay. Pillanat, srácok. Ezek mennek ki. Ezek meg maradnak itt bent. Ez megy is ki. Ezek itt maradnak lent. Kicsit szeretem most már elrendezgetni a dolgokat. Jó, akkor fa. Vas, volt vasunk? Nem volt vasunk. Stone. Stone az van bőven. Jézus Mária. Oké. Okay. Fegyver alkatrész. És akkor itt lesz minden, és akkor nem kell itt külön pakolni. Az a lényeg, lesz egy alkatrészes, meg lesz egy modifikációs, jó? Ugye? A fegyvermódba például akkor be lesz az összes. A páncélmódba, ez nem tudom miért van. És a páncél alkatrészbe, onnan is kiveszünk mindent. És átrakjuk a fegyver alkat. Az alkat lesz egy alkatrészes, meg lesz egy modifikációs láda. Pia. És neki kell állunk majd főzni mindenképpen. Ja, ahogy nem állunk rosszul, nekem nagyon tetszik minden eddig. Szuper, még egy dolgot akartam csinálni, de már elfelejtettem, de most már eszembe is jutott. Fákjázzuk. Fölfákjázunk itt mindent, így. Így. Így, ezt akkor nincs az a barom sötét itt, ugye? Most így akkor... Jó, hát ez így most már nagyon jó. Sőt, ezt lehet, hogy ezt nem kellene. Ez nem kell... így jó. Oda né. Fölmész. Itt két oldalt. Fákja. És akkor már fel is jutottunk. Nagyon tuti! Nagyon tuti! Tök jó ez, és ez a fénye. Látjátok azt az árnyékot? Baromi jól néz ki. Nagyon állat. Bírom az ilyen struktúrákat létrehozni. Hát ez a rész sem volt rövid.
És én meg ez a bázis, ez már kezd ilyen nagyon elbúrjánzott lenni, oda nem ilyen hosszan kell kijönni. Ezt beteszem. Igen, egyébként egy csomó alapanyagunk van most már, hát a betonra szerintem full fel tudnánk mindent húzni, úgyhogy lehet, hogy azt fogjuk csinálni, hát napközben lehet, hogy elmegyünk. Vasat kéne bányászni, hogy minél több vacilat tudják csinálni, kellene mindenféle. Azért ez tök jó, hogy van ilyenünk, meg van ilyenünk, ebből is kellene egy acél. Tök jól állunk, tök tetszik, ez nem tetszik, hogy ilyen gépfegyver. Látok, fegyvereknél, nézzük már meg, mit tudok craftolni. Ennyit tudok craftolni, ez nem túl sok. Még ilyen izét is lehet, ilyen szófák meg ilyeneket, tök jó. Ja, ilyen wooden signal fogok majd craftolni, aztán akkor kiírom, mit tudom, hogy itt ez van, az exit, meg ilyen hülyeségeket, hogy poénban. Jó, srác, szerintem tök jó vagyunk. Viszont ugye a vasat az gyorsabban fogok tudni bányászni. Ah, ki kell próbálnom, nagyon bírom ezt a csákányt, hogy ezt megcsináltuk. Egy vaslelőhely hol van? Szerintem itt volt vaslelőhely, ha jól emlékszem. Valahol itt ütöttünk vasat, nem emlékeztek? Itt fönt. Lehet, hogy van még, nem? Térkép mutassa, nem? Hey! Vajon melyik lehet a vas? Marára nem látok vas lelőhelyet. Ott van egy kőlelőhely. Tehát szerintem ha két ütéssel kiütöd. Bár mondjuk sok értelme nincsen, mert kövem az millió-millió. Hát igen, azért az nem rossz. Ilyen marha gyorsan ütött ki a dolgokat. Mert ugye oké, hogy az 500 durability is az a kőzet ott lenne, más például nem. Például mit tudom én, vasat meg tök gyorsan tudsz kiütni. Csak pont nem találok egy rohadt vaslelőhelyet. Körültem, ez mi? Ez homokot adott? Nem már megkövet? Van egy érdekes dolog. Kiből nem tudja abba hagyni, ez lehet, hogy utáljátok, hogy így rá van függve. Nézzük már egy vaslelőhelyet, hol volt? Itt volt egyébként itt fönn, ugye van a bányán megjelölve. De várjál, ez mi? Ott van valami. Az kő lesz? Nem, vas lesz, ugye? Ne lessük meg. Na erre kíváncsi vagyok, figyeljetek gyerekek. Azért ez baráti, nem? Azért ez adja. Gyerekek, kalor... 1000 vasat összeszedtem ennyi idő alatt. Odané. 1100. És megint az lesz, hogy be fogok ide szorulni. 1100 vasat összeszedtem, 1300 vasat ennyi idő alatt. Úgyhogy annyira nem csúf a dolog. Ott is vannak vaslelőhelyek. Ó, de jó, gyerekek! Imádom! Nagyon jó! Külszíni fejtést csinálok, nem fogok mélyre menni. Hát igen, azért így lehet nyomatni neki. Hát ez nagyon kell. Á, de szereti. Megint 1500-os. 1600, figyelj de. 3000 vas ennyi idő alatt. Azért nem mindegy, nem?
ilyeneket tök érdemes megcsinálni, és tök lassan rongálódik például. Úgyhogy mindenből kell ilyen ötös izét csinálni. Hát már van, miből kell csinálnom csak? Baltából. Kell egy baltát csinálni, és akkor megvan ötös. Ötös szett mindenhez, de mondjuk ez a balta is már tök jó ám. A lószar. Nekik ez is két ütés lenne szerintem. Ó, ebből jön szén. Most nézem, hogy így lehet szenet gyűjteni, Dick. Azt nem is vettem, nem is tudtam eddig. Lehet szenet gyűjteni a kiégett fákból. Jó. Oké, clay is van, vasat. Figyeljetek, folyamatosan fogunk égetni vasat, folyamatosan fogunk még mindig követ égetni, mert ki tudja még mekkora bázist fogok csinálni. De mindenképp egy ilyen melvédet akarok csinálni, hogy ne olyan könnyen törjenek be innen a zombik, mert azért még lesznek itt kemény helyzetek. Jó. Oké, el is búcsúzom, mert megint atomhosszú videó sikeredett. Imádom ezt. Komolyan mondom, tök jó. Ez szerintem nagyon ki van találva ez a bázis. Kicsit hasonlít egyébként a régi bázisunkra. De azért próbálok egy picit változtatni. Például ugye a pánik szoba az teljesen más hangulatú, más jellegű lett. Ezzel a lépcsőházas dologgal, meg még sok mindent fogunk változtatni. Majd azt kell megnéznünk, hogy ez a lépcsőház az kb. Hol van, ugye itt van mondjuk. És ott fölötte mi van, hogyha például fölfúrnék, akkor mennyire van messze még, vagy merre kellene mennem, ahhoz, hogy ugye a legmagasabb pontját megtaláljam ennek az egésznek. Meg ugye a lépcsőházból mindenképp el akarom érni akarok egy ilyen erkélyt csinálni oda fölőre. Na, ott ki megesik az eső. Hál' Isten, mi itt benne maradunk. Alakul a bázisunk. Szuper. Ja, ezért kellene a gyerekek. Várjátok, még egy pillanat. Nélgánt akarok csinálni. Tudom, meg tudnám csinálni. Plusz stíl kell hozzá. Gyerekek, ezt meg kell csinálni. Kell egy nélgán. Mindenképpen jó. Nélgán. Nem bírom ki, hogy ne csináljam meg, bazen. Ne, skipper, ne. Nélgán, ne csináld meg, Mennyi stílünk van? 8 stílünk van? Mennyit tudok lekraftolni? Nézzük meg. Nem bírom ki, bazen, hogy ne csináljak. 13-at? Hozunk még vagy rakjunk be még vasat? Hallod, ezt a nélgánt, ezt nem bírom ki, hogy még ne csináljam meg. Mindjárt még olvad be egy kicsit, nélgán csináljuk meg, nem bírom ki. Mi kell hozzá? Steel, oké, mechanic part. Mechanikus, ezért jó, hogy össze-vissza van, mi nem össze-vissza van minden. Oké, mi kell még hozzá? Duct tape, azt hiszem azt meg mondjuk nincsen, ugye? Egyéb kraftnál. Nincsen, úgyhogy kell csinálnom. Abból meg szerves craft clothból kell. Csináljunk pár... Ne arra ugyatok, komolyan mondom. Nem bírja ki a kép. Oké, ez meg is van, szerintem. Oké. Ez megvan. Sprinkel 5 és műanyag. Kell, meg a mechanikusban kell egy kis spring. És akkor meg is vagyunk. Megvan minden, a forgott steel kell, aztán kész. Yeah. 21, meg is van. Nailgun. Három percig kraftolja, jaj, de hosszú ez a videó! Jaj, de utáltak engem. Jó. És akkor többi már meg mehet vissza természetesen, úgyhogy semmi gond itt nincs. Szerves, egyéb craft, az mechanikusba menne. Mechanikus, és az egyéb craftba készítettünk 32 darab ilyet, úgyhogy az is tök jó. Viszont tizet kellene csinálnom, akkor addig, amíg elkészül, egy pillanat, akkor készítek. Készítek javítókészletet. Mert az meg marhára kellene majd. Hát itt
Ja, csináljunk is 32 darabot. Sőt, ne csináljunk 32 darabot, csináljunk 10 darabot, mert 100 évig tart, úgy látom. Jó. Az is kell, úgyhogy menjen. Hát vaska, mehet vissza ez. Oké. Okay. Stone-ba mehet. Ez. Fába mehet. Ez. A vasba mehet még. Ez meg ez. Az egyéb craftba meg mehet ez. És már is jó vagyok, gyerekek. Mindenből lesz 5-ös szerszámunk. Mindenképpen ilyet is kellene csinálnom. Ez meg mi a szor? Mi a neve ennek? Fire Axe. De miért nincsen olyan? Mit nem lehet izét? Boltát csinálni? Nem, lehet, hogy nem tanultam meg, mert az nincs benne a listába. Bolta nincsen. Nem mindegy. Na, hol készül, mennyi készül, Nilgán készül. Kíváncsi vagyok, hogy akkor az úgy működik, hogy egyből egy lövéssel tudom csinálni. Nem is kell hozzá Nél. Hozzunk egy kis fát. Meg hozzunk egy kis... minden olyat, ami ez is kell, meg ez is kell. Ugye ez a három. Először fa, utána ez. Igazából három rétege van most a upgrade-elésnek. Ennek rohadt kíváncsi leszek, hogy Nélgán az hogy fog működni, és az hányos, csak egy egyeset tudtam. Biztos jó gyorsan rongálódik. Ugye ez fegyvernek is minősülő tárgy, negybe. És ez, ja, rohadtul kíváncsi vagyok, hogy fog működni. Ez elvileg 400-os a javítási teljesítménye. Kíváncsi leszek, milyen lesz a Nélgánnek. Nagyon. 38 másodperc. Viszont lett 14 darab ilyen, az is viszont ez tök jó dolog. Na gyerekek! Ugye kalapácsa 3 ütés volt, egy darab felupgrade, nem 2 ütés volt, egy darab felupgrade-elése, ezzel talán lesz egy darab lövés, és akkor ilyen tök gyorsan tudsz haladni, tak, nem kell annyit kopogtatni. Jaj, na már. 10 másodperc, jaj. De várja a keeper. Ott van a izénk. Lépcsőházunk. Jaj, de jó! És egyre mélyebben vagyunk a sziklában, minél odébb haladunk. Na, hol a Nélgánám? Ó, ja. Most erre rohadt kíváncsi vagyok, hogy ez hogy működik. Látod? A keeper nem volt hülye? És így rongálódik? Lehet, hogy jobb gombol nem is rongálódik egyébként. Na? Mekkora király? Nagyon jó. Meg nem is suingatja. Figyelj, várj! 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Azért nem mindegy ám, mi? Oda, hogy nagyon jó, nem? Jó. Elfogyott a cobblestone-om. Ha-ha, így azért gyorsabban fogynak az alapanyagok. De azért nagyon adja, imádom, nagyon jó gyerekek. És itt nem is rongálódik. Hú-hú, tök jó, imádom. Nagyon, komolyan mondom, tök jó az egész. Ez az egész, amit most így összehoztunk, ez nekem nagyon bejön most. De még rakok egy lámpát. Jó sötét van egyébként, ott kint szerintem vihartomból ilyenkor szokott ilyen sötét lenni. Ah! Epic. Bocs, hogy azért a hosszú részért, de bazza, már megint egy csomó mindent haladtunk. Van Nélgánom. Tök jó! Na, köszi szépen a figyelmet, jók legyetek! Csácsumi csőtészta!